Szép péntek délutánt kívánok, ez itt a Weekend. Hamarosan elkezdődik a nagybetűs várakozás időszaka, sokunknak szerintem legalábbis ezt jelenti az advent. Vendégem Kruppa Tamás, a Szent Atanász Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, teológiai tanára. Szervusz Tamás, szép napot! Szeretettel köszöntelek téged is, a kedves nézőket is. Advent. Mi is ez az időszak? Én ugye azt mondtam, hogy várakozással teli időszak következik életünkbe, de hogyan is titulálható ez az ünnepkör? Hát az advent, a latin adventus domini, az Úr eljövetelének az erre való várakozást jelenti szoros értelemben, de a nyugati kereszténységben a mostani vasárnappal, az advent első vasárnapjával elkezdődik az úgynevezett karácsonyi időszak is, amiben már majd benne van a karácsony ünnepe is, tehát annak is a kezdete ez a nap, a várakozásnak is a kezdete, és még az új évnek is. Tehát érdekes, hogy a keresztény nyugat alapvetően innen indítja az évet. Azt mondja, minden itt kezdődik el, ami fontos, ami igazán súlyos, az, hogy megszületik egy olyan gyermek, akin megfordul a világ sorsa is. És ez azért nem akármi, a történelemben is akkora esemény, amit az egész kereszténység úgy ünnepel, hogy minden várakozásunkat felülmúló, de mindenképpen beteljesítő esemény, és hát ezért próbálunk meg méltóan készülni és várakozni rá. A név eredetéről pár szót akkor hallhattunk. Milyen egyházi szertartások, szokások vannak ebben az időszakban? Ugye akár azt is megpendítve, hogy mondjuk a görög katolikusoknál egy picit hosszabb ez az időszak. Igen. A keresztény keleten általában súlyosabban, picit hagyományosan, szigorúbban próbálnak meg talán nagyobb önfegyelemmel készülni az ünnepekre. És a húsvéti ünnepkör hasonlóan itt is 40 napos a böjt, tehát november 15-én elkezdődött. Ezért, ahol a keleti egyházak is már átvéve ezt a nyugati hagyományt, például adventi koszorút készítenek, ezért nem csak 4 vasárnap esik bele, ezért 6 gyertyát helyeznek el a koszorún. De nem olyan régen olvastam, hogy ez egy nem is katolikus, nem is keleti, hanem protestáns körből származó hagyomány, egy protestáns lelkész 23 gyertyát tett először a kerékre, és minden nap meggyújtott egyet, amíg eljutott a karácsony ünnepéhez. Úgyhogy ebből többféle szimbólum is megmaradt és él. Talán még annyit mondanék a várakozásról, hogy egy kicsit úgy éli át ezt a kereszténység, mint hogy a várandós Máriával együtt szinte mi is érezzük ezt a végső időt, amikor már az utolsó hónapban, ugye nem sokára megszületik Betlehemben, ahová a történet, a hagyomány szerint, mint egy népszámlálásra, nem törődtek azzal, hogy valaki éppen szülés előtt áll, el kellett menni feliratkozni a császári parancsra. És hát ez is benne van ebbe a várandóság, a várakozás. Sok egyházatja úgy mutatja, hogy bennünk van valahol hogy várunk, a várakozunk a megváltásra, az életünk igazi értelmének a megmutatkozására. Mindenki átéli valahol, hogy talán valami kicsi hiányzik, és ezt nagyon sokféle módon tudjuk átélni. Ez a szertartásainkat is, amit kérdeztél, megmutatja. Például nyugati hagyományban különösen is a reggeli hajnali misék, hogy korán fölkelnek, mert kora hajnalban, hogy már így kezdjék a napot imádsággal, de ez a keresztény keleten is így van, hiszen a reggeli zsolozsmát... Most is. Most is. Uh-huh. Most is. Úgy kellene elkezdeni a reggeli zsolozsmát, hogy
mindenképpen a nap fölkelt előtt, hogy amikor azt énekeljük, hogy dicsőség néked, Isten, ki földerítetted nekünk a világosságot, akkor keljen föl a nap. Tehát azt már a nagyobbik részét már előtte elvégezti. Tehát ez a keljünk föl korán, ez is benne van. Például ebben a fegyelmezettebb, meg nem tétlennek lenni, hanem tényleg tevékenyen várni. Tehát amikor fontos dologra várakozunk, azért az nem egy olyan bámészkodó, hanem tele vagyunk izgatottsággal, keressük a helyünket, hogy mit kéne tennünk, hogy az a pillanat, amire annyira várunk, az valahogy úgy érjen bennünket. Egy keleti sivatagi atyának olvastam erről egy történetét, akit kérdeztek a tanítványok, hogy mit tehetünk mi egyáltalán ezért a napért, hogy eljöjjön a mi napunk, úgymond, és amire annyira várunk, a megvilágosodás, bárminek is nevezzük. Hát azt mondja, körülbelül annyit tehettek érte, mint azért, hogy fölkeljen a nap. És hát ezen megdöbbentek a tanítványok, hát akkor miért végezteted velünk ezt a sok lelki gyakorlatot, meg mindenféle imádságokat és nehéz dolgokat? Azt mondja, azért, hogy biztosan ébren legyetek, amikor a nap fölkel. Na hát a várakozásban az ember azért tényleg nem tehettünk sokat, hogy ez a nap eljöjjön, mert azért itt Isten fia érkezik a hitünk szerint hozzánk. Isten fia, aki közvetlenül Istentől származik, és az a csodája a keresztény hitben az emberként megszülető názáreti Jézusnak, hogy emberként pedig nem közvetlenül, közvetve, az ember közvetve származik Istentől, és ez a szűz által embersége szerint ő is, mint mi magunk, ugyanonnan van, ugyanabból a forrásból is. Így öleli majd egybe magában az Istenit és az emberit. Tehát ez egy nagyon nagy titok. Az emberi szeretet kapcsolatokban is azt látjuk, hogy egy beteljesedett szeretetnek, egy férfi és egy nő szerelmének, egy közös gyermek a jele és a valósága. Egy kicsit, egy pár percre én is nézővé varázsolódtam, egy igazi teológiai tanár mindig mond érdekeseket, és tényleg olyan dolgokat is említettél, amit te is manapság olvastál, friss élmény volt esetleg az advent időszakával kapcsolatosan. Tamás, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát köszönöm. Jó készülődést kívánok neked is, a hívőknek is, és kedves családodnak is, de hát vasárnap már hivatalosan is fel lehet öltöztetni karácsonyi díszbe otthonainkat, ilyenkor pedig elengedhetetlen kellék és dísz az adventi koszorú, ami hamarosan testet ölt a stúdió másik sarkában, mert hogy van egy vendégünk, aki itt van vélünk, Untener Kingának hívják, és pár perccel ezelőtt ő is belibbent a stúdióba, még mielőtt Tamás megérkezett volna. Szia, Kinga! Szia, Vivian! Nagyon sokféle koszorút hoztál, ezek igazi ágacskák? Igen, mert azért szeretjük ilyenkor az illatokat, tehát én úgy gondolom, hogy a karácsonyhoz hozzátartozik az illat, az a fenyő is, mert amit hoztam majd egy ilyen kis világító díszt, abban nagyon sok déli gyümölcs van, tehát azoknak a fahéjnak, a citromnak, a narancsnak az illata szerintem elengedhetetlen szintén a karácsonyhoz, és azért úgy gondolom, hogy ez kell, tehát a fény, az illat, az mindenféleképpen együtt jár a várással, az adventi készülődéssel és a karácsony várásával. Hogyha valaki nem szeretné, hogy mondjuk kissé tűleveles legyen az asztal, akkor azoknak ajánlhatsz más alapanyagú koszorúkat is, ahogy látom, mert itt van olyan, ami ugyan nem illatozik, de gyönyörű éke lehet az otthonunknak. Igen, egyébként ezek a fenyők, ezek nobilis fenyőnek hívják, nem Aha. fog lehullani, tehát ezt pont azért használjuk, uh-huh. mert ez nem hullik le. Ez össze fog száradni, nem mondom azt, hogy nem fog összeszáradni, valamilyen szinten össze fog száradni, de meg ugyanígy marad, tehát ki fog egy kicsit fakulni, de természetesen hoztam olyat is, ami tulajdonképpen egy ilyen száraz termésekből, tehát a tobozból, uh-huh. mindenféle kis bogyókból, tehát egy kicsit színesebbé van rakva, téve szánkóval rajta, tehát hogy még egy kicsit olyan kis kedvesebb legyen, akkor van olyan, amire ez a kis boldog karácsonyos látott, tehát olyat tettem rá, aztán van olyan dísz, ami szintén a boldog karácsonyt rá van írva, uh-huh. és erre eleve úgy helyeztem el a gyertyákat, hogy nem is egyformákat, nem is egymás mellé, mert nyugodtan lehet ilyenkor váltakozni vele, hogy ilyet, olyat, tehát nem is egyértelmű, hogy általában három lila egy rózsaszín szokták kérni, uh-huh. én pont azért nem azokat hoztam, mert azokat ugye általában mindenki megcsinálja magának, és én egy kicsit egy változatosabbat szerettem volna végül is itt a
készíteni a stúdióba. Hogyha valaki nem vásárolni szeretne koszorút, hanem tényleg otthon elkészíteni, milyen tanácsokat adnál neki? Gondolok itt arra, hogy milyen eszközökkel készüljön neki ennek az egész folyamatnak. Ragasztó, drót, miket kell mindenképpen beszerezni, meg hát milyen alapokat, hiszen ez gondolom valamire rá van ragasztva, vagy fűzve hát persze, éppen mondjuk ez, a ez le van kötve, ez szalma alapra van lekötve, ez a fenyő alap, az a koszorúi szalma alapra, mert arra lehet jól dolgozni. Tehát stabil, mindenféleképpen a legfontosabb szerintem, hogy stabil legyen a gyertya. Aha. Tehát azért, hogyha meggyújtjuk, akkor jó, hogyha nem csinálunk otthon lakástüzet, és ebbe tudjuk belerakni. Tehát a vesszőbe nem, a vesszőbe ugye az lyukacsos, tehát abban nem tudjuk stabilan belerakni a gyertyát. Ez mindig nagyon fontos, hogy ez teljesen stabil maradjon. Ez persze ilyen nagyon jó kis vastag drót látott, tehát kétféle drótot is hoztam, hogyha szalagot készítünk, annak egy vékony drótot, az már azért eléggé erős, tehát az megfogja a gyertyákat, azt annak hoztam. Ragasztópisztolyt kell még tulajdonképpen, amivel nagyon klasszul oda tudjuk rögzíteni ezeket a mindenféle alapanyagokat, de gyereknek azt nem ajánlom, tehát azért mindenki ilyenkor beszokta jó a sérülés. Hát igen. Az mindig jól jön. Vagy anyuka csinálja meg. Igen, és akkor igen, utána igen. Meg tényleg így van, tehát ahogy mondtam is, hogy nem egyféle gyertyával, tehát itt sem egyféle, vagy nem egymás mellett gondoltam, vagy egymással szembe a gyertyákat, hanem egymás mellett, hogy egy kicsit változatosabb legyen. Igen, tehát látom, hogy azért itt is például ennél a nagy koszorúnál, hogy van két kisebb, két nagyobb gyertya, fel tudod dobni azért hát egy kicsit olyan, ez ilyen erdős, vagy ilyen mesevilágos, igen, hogy a fenyő, a réni, a télapó kesztyűje, a szánkú, tehát hogy úgy rajta legyen minden. Ebbe is egy kis manó van, látod, kis fenyővel, tehát tényleg változatosabbakat akartam, hogy mindenki lássa, hogy nem csak négy egyforma gyertyát, hanem esetleg, hogyha megmaradt mást, akkor be lehet prótolni ezeket. Hoztál idézőjelben még szűz koszorúkat is, amit a műsor, legalábbis az első blokk vége felé akkor feldíszítjük, mert jövök én még ide megnézni, hogy hogyan alkotsz. Azt hogyan képzeled el, hiszen most láttunk jó pár adventi koszorút, mivel fogod feldíszíteni, vagy milyen színnel akarod majd díszíteni? Hoztam, nagyon szép türkiz gyertyát találtam, és ahhoz például a zöld alapot nem gondolnám, tehát a türkiz és a zöld az nagyon egybe fog olvadni, ezért annak egy fehér kötött alapot választottam, azt próbálom megcsinálni, illetve egy másik, egy zöld alapost, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz időm. Na, egy pár perc múlva akkor jövök vissza, hiszen engem már várnak a stúdió másik szegletében, helycserés támadása, Kruppa Tamás helyett már itt van Pták István, a Nyíregyházi Rotary Klub elnöke, valamint a klub egyik tagja is itt van, dr. Olajos József, szervusztok! Szia, köszöntjük a nézőket! Jó híre szolgáltok, egy hét múlva, december 4-én nagyszabású rendezvény lesz Nyíregyházán, de mi is ez? Mesélj erről, István, kérlek! Igen, hát egy monstre programot szervezett a Nyíregyházi Rotary Klub, ez a történetében először fordul elő egyébként. December 1-től december 22-ig, 23-áig a karácsonyi forgatagban kaptunk helyet, és mint civil szervezet szeretnénk bemutatkozni a város felé, illetve a lakosoknak szeretnénk megmutatni azt, hogy miről szól a Rotary Klub, milyen terveink, projektjeink vannak, miben támogattuk már eddig a várost, a rászorultakat, és gyakorlatilag erre épül ez a közel 3 hét, ezen belül pedig még lesznek más programok is. Na de mi ez a december 4-i koncert, vagy ezt már Józseftől kérdezzem? A Quantumus kórussal sikerült egy olyan megállapodásra jutnunk, hogy ők tulajdonképpen segítve ezzel is a mi tevékenységünket, egy koncertet adnak a Kodály Zoltán Tanás általános iskolában este 7 órakor, mindenki, aki erre a koncertre eljön, és egy ilyen jelképes 2000 forintos támogatójegye beül erre is, meghallgatja ezeket a műveket. Gyakorlatilag a tevékenységünket segíti ezzel. Van egy olyan projektünk, ugye, ami egész évben végigkíséri elsősorban a munkánkat, ez egy speciális játszótér kialakítása, és ennek lesz a része az is, hogyha valaki ezt meghallgatja a koncertet, segíti a munkánkat, ezzel támogat. Az is ebben ennek a kasszájába fog kerülni tulajdonképpen. Mennyire gyakori amúgy manapság, hogy a nyíregyháziak vagy megyebeliek igenis szeretnek és adakoznak is, mondjuk ki?
Hát igen, adakozni nehéz, főleg olyan időszakban, amikor szegény az eklézsia, ahogy az egyház is mondja. Én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben meg lehet az embereket érinteni, és sokkal könnyebben rászánják magukat a támogatásokra, az adakozásra, hogyha ez valamilyen olyan rendezvénnyel összekötött, ami őket egyébként is érdekelné. És a Nyíregyházi Rotary Klub ezeket a rendezvényeket úgy szervezi és úgy készíti elő, ami a támogatók számára szórakozás is. Gondolok itt a már korábban megszervezett programokra, akár a Lili Bárónőre, akár a Mamma Mia előadásra Budapesten, akár pedig most erre a Cantemus rendezvényre. Hát a Cantemus nem kell senkinek bemutatni, egy világhírű gyermek, kórus. És pont ezért kérdezem, hogy vannak még jegyek? Igen, hát még azért, még szorványosan vannak, de bízunk benne, hogy ezek is rövid időn belül elfogynak. Egyébként, ha bárki érdeklődik a jegyvásárlás iránt, a Cantemus irodájában megvásárolhatja a jegyet, ez a Vai Ádám körút 18 szám alatt van egyébként a Kodály Zoltán általános iskola épületében, illetve hát a Nyíregyházi Rotary Klubnál is jelentkezhet. És ugye említettétek azt, hogy megismerkedhetnek veletek ténylegesen a nyíregyházi sétálóban is, hiszen lesz akkor egy ilyen hely, egy ilyen lehetőség. Mi lesz 2016-ban? Gondolom már akár erről is érdeklődhetnek a lakosok. Milyen tervekkel néztek majd az új év felé? Kérdezem én ezt november vége felé, de már lassan-lassan tényleg búcsúztathatjuk a 2015-ös esztendőt. Igen, de még mielőtt 2016-ra kanyarodnánk, azért hadd mondjam el, hogy december 4-én lesz egy fantasztikus Mikulás bulénk a József András Múzeumban. Oda több mint, tehát két rendezvény bizony, lesz. Így azt van, oda több mint 500 gyereket várunk. Ezek a gyerekek már meghívásra is kerültek. Az Éltes Mátyás kollégium lakóit, állami gondozott gyerekek lesznek nagy részt, illetve a Báczi Gusztáv általános iskola tanulóit látjuk vendégül. Ott néptánc, zene, Gosztola Adél előadásában a Sötétben látó tündér, aztán élőbábos előadás lesz, és Hajdú Ágota előadásában pedig zenefoglalkozás. Itt a gyerekeket Mikulás csomaggal, édességgel, teljes ellátással fogjuk megajándékozni, és hát természetesen a jókedv kacagás az szerintem elkerülhetetlen lesz. Hogyan lehet bekerülni? Ja, igen. Ez zárja majd, ugye akkor ugye ez egy délelőtti időt. Az évet. Nem az évet, a napot. Azt hittem. A napot zár, ugye a Cantemus, tehát ugyanaz a napról beszélünk. És akkor mi lesz 2016-tal? Mert ugye még mindig ott van az a feldobott labda. Igen, 2016-ban lesznek ad-hoc programok, de ami fix és már előre konkretizált, az március 6-án lesz egy nőnapi nyíregyházi koncertünk, amit a Princess együttes tart majd Nyíregyházán. Ez a hegedű trió. Igen, ez a hegedű, igen, gyönyörű hölgyek, gyönyörű hangzás, egy kicsit popos változatban a klasszikus zene. Úgy gondolom, hogy ez mindenkit megragad és mindenkit érdekel, még azokat is, akik az igazi klasszikus zenét nem annyira kedvelik. Egyébként hangzásban, látványban is fantasztikus, úgyhogy mindenkit várunk, és itt a férfiak figyelmét szeretném elsősorban felhívni, hogy a feleségeiket, a hölgyeket, a barátnőket ezzel a műsorral megajándékozhatják, hiszen közvetlenül nőnap elé tettük ezt a programot. A másik pedig április 23-án Budapesten a Nyomorultak című darab zárt körül előadását szervezi a Nyíregyházi Rotary Klub. Úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk, ezzel kapcsolatos lehetőségeket pedig a Nyíregyházi Rotary oldalán lehet majd megtalálni. Egy percet még szánjunk arra, nagyon sokan kérdezik tőlünk amúgy, legalábbis tőlem, illetve a kollégáktól is, hogy jótékonykodás, adományozás, rotari szellemiség, sokat hallanak erről. Látják a plakátokat, látják a kiírásokat, adott esetben egy-egy víkendes beszélgetést. Hogyan lehet valaki mondjuk rotari? És nem azt mondom, hogy akkor most mindenképpen be kell ide toborozni több száz nézőt vagy valamit, csak tényleg ez olyan misztikusnak tűnik szerintem a legtöbb embernek, hogy na hát itt vannak a rotarisok, itt van egy rotaris rendezvény, hogy nyitott amúgy ez a társaság, vagy ez egy elit klub, ez hogy működik? Igen, tehát bárki lehet a Nyíregyházi Rotary Klub tagja, de ez a tagfelvétel nem egyik pillanatról a másikra történik. Itt hosszú hónapokon keresztül kell a Rotary életében és munkájában részt venni, és ezt követően kell igényelni a tagságot, melyet a klub tagjai aztán szavazással, titkos szavazással döntenek el, hogy igen vagy nem. Önkéntes itt munka abszolút, tenni akarását, van, ez mindenképpen van. Kell hozzá. Nagyon fontos kihangsúlyoznom azt, hogy a Nyíregyházi Rotary Klub és a világ minden Rotary Klub
klubja úgy működik, hogy nincsenek a klubban alkalmazottak, mindenki a saját energiájából, idejéből és a saját költségéből tesz hozzá a klub élethez, tehát nincsenek bérelt helyeink, nincsenek kiadásaink. Minden egyes dolog, amit mi szervezünk, az önerőből szerveződik és saját időnkből költségünkre. Én ezért is tartom nagyon fontosnak azt, és köszönöm a városlakóknak, amikor eljönnek a nyíregyházi Rotary Club rendezvényeire, hiszen az általuk megvásárolt támogatójeggyel, jegyekkel jelentős mértékben hozzájárulnak egyébként névtelenül is ezeknek a programoknak a sikeréhez, és én bízom abban, hogy továbbra is segítenek és támogatnak minket. Köszönöm szépen Olajos Józsefnek és Pták Istvánnak, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor december 4-én egyrészt Mikulás parti, másrészt pedig jótékonysági hangverseny az, amit tőletek kaphatunk, mi nyíregyháziak érdeklődők. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi pedig visszalibbenünk a stúdió másik szegletében, hiszen Kinga, amint láthatták és hallhatták folyamatosan, alkotott, és hát nem is olyan kis dolgokat, hiszen már majdhogy nem kész van az a koszorú, legalábbis én biztosan késznek titulálnám, ha én csinálnám, mert ettől jobban én nem tudnám feldíszíteni. Ez egy ilyen visszafogott, minimalista stílusú. Vagy még jön rá dísz? Nem, arra nem akartam, még egyet szerettem volna készíteni, az nincs kész. Mindig el kell dönteni, hogy mit teszünk rá, mit hangsúlyozunk. Tehát pontosan ez, hogy azt mondod, hogy minimalista, tehát én úgy gondolom, hogy erre nem kell, valóban nem kell több. Tehát itt ez a kötött alap, ez most nagyon divatos, nagyon feldobja, és látod, tehát erről beszéltem, hogy ez a szín, ez nem lett volna jó a zöld alapnál. Tehát nem jött volna ki, és azért is raktam rá a türkiznek tulajdonképpen a két változatát, ahogy itt látjuk, hogy kiemelje egyik a másikát, mert hogyha csak ezt a színt használtam volna, akkor nagyon beleolvadt volna. Tehát ezáltal, hogy hozzáteszek egy sötétebb kontraszt, ezért sokkal jobban él végül is vele ez a világos zöld, ahogy látjuk, és tulajdonképpen még itt vannak ezek a kötött alapok. Jaj, de szuper, ez is nagyon hát cuki. Ezt imádom. Igen, ez nagyon kis békebeli időszak szerintem, tehát ez is a kötött alap, tehát most ez ilyen nagy divat, és akkor azon gondolkoztam, hogy akkor mit tegyek hozzá. A ragasztónak van ilyen különös illata? Igen, amit annyira nem szeretünk. És akkor itt látod, ez a gombolyag gyertya, tehát ez is szerintem annyira jó, ez a síléc, ez a régi fa síléc ezekkel az emberekkel. Nagyon pöpec. És arra is még úgy gondoltam, hogy akkor még a pulcsi, tehát a késztermék. Tehát nem a fonal... tudom, melyik kamerában mutassam ezt a csodát, hát ez is ilyen gombolyag gyertya, rajta a kis kötött pulóverek, kis cukik, nagyon-nagyon ötletes, és tényleg maga az alap is ugye be van fonallal fedve, de hát készül akkor itt egy második koszorú is, van még 3-4 percünk, hogy megalkossuk. Na nem azért, hogy sürgesselek, csak az, hogy tényleg hogyan zajlik egy ilyen dolog. Ezt lerakjam, hogy több nyugodtan, helyen legyen? Persze, köszönöm szépen. Jó, kicsit eltűnök lehet, vagy még nem. Tehát amit mondtam is neked, hogy a legfontosabb, hogy vastag drótra, tehát ami elbírja, és legalább félig beleszúrod ilyenkor. Hát amennyire tudod, igen, és akkor végignézed, hogy ennek a fenyőnek is van egy vastagsága, tehát nem lehet csak ilyen 1 centi, 2 centi, és akkor legalább, tehát két lábot biztos, hogy csinálunk neki, hogy az megmaradjon, és akkor egyszerűen csak beleszúrod. Leveszem, hogy a kamera még többet lásson esetleg az alkotási folyamatokból. Hoppácska. És ehhez is végül is hozzánéztem azt, hogy mit szeretnék erre rárakni. Tehát mindig, amikor bejönnek hozzánk vásárolni, akkor mindig annyi mindent összevásárolnak az emberek, mert mindent rá akarnak tenni. Tehát mindig azt de az mondom, a túl sok igen, igen, de nem tudják, hát persze, tehát más egy virágkötő, meg más egy laikus. Tehát persze. Ezért kell az, hogy mindig döntsük el, hogy mi a fontos. Én úgy gondoltam, hogy ennek a gyertyának a színe például nagyon fontos, nagyon karakteres, nagyon érdekes, és ehhez választottam hozzá azt, amiket végül is. Tehát meg ez egy ilyen standard szín, nem? Tehát ez a vörös gyertya. Hát ez tényleg, nem annyira standard, nem? Mert ez nem vörös, tehát ez egy ilyen bronzos, hogyha... Bronzos, vörös, ez tényleg azért igen, van egy ilyen sejmes csillogása sejmes magának a gyertyának. Vannak amúgy mostanában trend színek, vagy ilyen nagyon divatos színek? Most ez a natur, tehát az a koszorú is, amit hoztam, uh-huh. A natur koszorú, ami le vannak ragasztva. Tehát nagyon szeretik az emberek most ezeket a natur dolgokat, tehát az is olyan végül is, látod? És akkor ez is egy girland.
ugyanazok a színek visszajönnek végül is, ami a gyertyába. Tehát ebből ugye nem kell már mosni, hanem esetleg, hogyha ezt csak így rádobjuk. És megcsillan végül is, az is nagyon klassz hozzá. Erre rá lehet rakni akkor már a narancskarikákat, tehát hogy ugyanígy. És az is még több illatot kölcsönöz. Még több illatot, akkor a narancs színű tobozokat. Uh-huh. Tehát mindegyiket úgy választottam végül is ki, hogy ami jó hozzá. Tehát ehhez szintén ezeket a kis rénszarvasokat, hogy kis kedves legyen, nyugodtan rá lehet ültetni, mert ugyanolyan bordós, bronzos a kabátja, mint ami a gyertya, és akkor így az egyik szín hozza a másikat. Én úgy gondolom, hogy nézzük mindig össze, hogy mit akarunk rárakni, és akkor azokban a színekben úgy próbáljunk meg kombinálni. Rengeteg ötletet kaptunk tőled, egy biztos, nagyon fontos, hogy gondoljuk át, hogy mi is az, amit szeretnénk alkotni, milyen színekkel szeretnénk alkotni. Untener Kinga, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy ilyen csodákat varázsoltál ide a Weekendbe. Köszönöm. Köszönöm én is.